probléma. A másik meg az, hogy De. ugye neked kell a támogatás most kint, mert felfedező úton vagy, ezt neked elmondtam, amikor a legelén is indultál, hogy ebben egyébként én nagyon szívesen segítek, mert én indítottam el a karrieremet. És na ide figyelj, először is, akik most itt vannak, nem tudom mennyi a néző, nálad vagyok bent, 384 néződ van, az nem sok. Figyelj ide, először is kezdjük az elején, hogy én ugye nem is akartam, hogy engem elindítsál sehol, de te elindítottál akaratomon kívül. Hát figyelj, tehát a szerkesztőben az egy olyan produkció, ami eleve akarja, hogy elindítsál. Azt nem magadnak csináltad az elkereskedelmet, hanem azt a közönségnek. Hát csináltuk az öreggel, elmondom én neked a sztorit. Csináltuk az öreggel, mert ez egy ilyen induló projekt volt, érted, hogy megnéztük azt, hogy mi lenne belőle, igazából nem gondoltuk komolyan. Jó. Oké, de várjál, menjünk vissza arra az időre. Tehát az a helyzet, hogy megcsináltuk ezt a klipet, utána az öreg mondta, hogy ő nincs is benne a további klipekben, semmiben, mert ez egy egyszeri felvétel volt, és te meg ezt ugye nagyon máshogy gondoltad, tehát ezt te benézted, mert te ugye kitettél engem, hogy az ország leghiteresebb gangsterreppere, meg így, meg úgy, meg hogy jön még majd az út következő klipjei, jönnek majd, meg minden, és akkor ugye te nem tudtad azt, hogy ez csak egy próba volt, és hogy milyen körülmények közül vagyok, meg stb. Nem is ismertél még, és te ezt egy kicsit elnézted ezt az egészet. Köszönöm szépen ezt a baseball sapkát. Annyit mondtam, amennyit te elmondtál, annyit tudtam én is. Várj egy kicsit, most én kinyomom az izét, várjál a kamerát. Hogy kell ezt kikapcsolni a kamerát? Hát de nem, mert lehet kapsz bajszot vagy sapkát, és akkor hadd látszódjon, tetszik ez az embereknek. Tudod, mennyit ér egy sapka? Okay. 3000 forintot. Oké, okay, nem annyit ér. Visszajövök majd egy pillanat. Csak várj egy kicsit, mert én is közben rágyújtok. Figyelj, gyújtsál rá, úgy, hogy kihagyom. Majd. Figyelj, én is kihagyolok a kamerából, úgy gyújtok rá. Igazából nem jó az úgy, mert hogyha belemegy a füst, akkor 10 perccel némítják a izét. Nem némítják, ezt tudom mit jelent? Azt jelenti, hogy a 10 percen belül nem fejtett be a cigizést, akkor lelövik a live-ot annyit. Be kell fejtetni. Nem azt jelenti. Nekem azt írta, hogy 10 percen belül fejezzem be, vagy akkor lelőnek. Na de te most azt mondd meg nekem, hogy te miért csődítetted oda az embereket a Miskolci bíróságra? Miért emberekkel akarsz te magadat véretni? Nem, itt tulajdonképpen az van, hogy veled szeretnének találkozni. Nem tudnak sose veled találkozni, mert mindig más mond az, hogy hol vagy. Egy, kettő, nekem ajándékozta a bíróság a papírt. Ugye ezt nekem elküldték, azt csinálok, amit akarok, rajta van a nyilvános. Akkor menjenek találkozni, csinálnak fényképeket vele, esetleg valakivel ez hülye duma, hogy nem, ez nem igaz. Figyelj ide, az utcán velem bármikor bárki tudott találkozni. Egy, kettő. Hozzám oda is jöttek, de várjál, hogy mondjam el. Hozzám oda is jöttek, csináltunk közös fotót. Aki Miskolcról ismer, az tudja, megvannak a közös fotók a miskolciaknak. Van közös fényképet, haver, velem van, öcsém. Úgyhogy az a lényeg... Na de várjál, az a lényeg, hogy a bíróság elé senkit nem kell oda csődíteni, mert ezt nem abból a szándékból akartad ezt csinálni, én ismerlek téged, te az emberekkel akartad magadat véretni, mert te azt akarod, hogy én ne menjek el a tárgyalásra, hogy te megúszd a büntetést. Megy az egybe. Egy az egyben ott voltam, nekem nem kellenek emberek, én nem kell nekem... Na és? Az emberek kíváncsiak. Na érdekli, és akkor mi volt? Érdekli őket, hogy mi lesz ott. Te is érdekled őket. Figyeld, akik itt vannak Magyarországon a putriba, tudod, te szoktad mondani, itt vannak a semmiben az emberek. Ezek nem tudnak kimenni külföldre veled találkozni, tehát te külföldi vagy? Te külföldön élsz? De várjál! Velem tudnak találkozni, itt látnak élőben. Mit akarsz élőben találkozni? Szerinted hogy csinálnak így veled? Hidd el, marketing szempontból
meg menedzseri szempontjából ennél jobb lehetőséged nincsen. Köszönöm a sapkát. De na, viszont figyelj ide! Lehet, mindjárt kapsz egy jó, oké. Okay. Várjál egy kicsit. Akkor most beszéljünk erről a dologról, és ne hazudjál. Mondd el az igazat, mert most itt van... Itt vannak a nézők. Itt vannak a nézők. Mondd az igazat. Nézők a bírók. Hogy mondd el az emberek előtt, most mondd el az emberek előtt, öcsiském, hogy hogy volt az, hogy amikor te mondtad, hogy rámuszítod az országos stressz csoportot, a Máj Viktor csoportját, hangüzenetben mondtad, nem volt és mondtad, utána... Nem várj egy kicsit, hogy mondjam végig. Én a krónikákban benne vagyok, beléptem, ott is, mert engem is csinálnak róla milyen vicces képeket. Nem tudok el, mit kezdeni, az emberek ilyenek. Még egyszer, tehát még egyszer ismétlem. Tehát megmondták, hogy nem tőlem ismertek meg téged, hanem már előtte is ismertek. Már látták az interneten, látta, hogy mit csináltál. Ha még előtte ismertek, az is azért volt, mert te terjesztettél a taglájkot. Nem kellett, hogy terjesztelek, hát minden nap tetted fel a videót. Emberek ezrei látták ezeket a videókat, amiket... Nem látták, amikor szelfkereskedelem fent volt. De hallod, amikor szelfkereskedelem fent volt, fél év alatt 600 megtekintés és nulla komment volt. Még egy komment sem volt rajta. Ez megtekintés volt, meg 30 ezer a szelfkereskedelmen. Nem, az a te taglájf oldaladon volt, nem az enyémem. Hát jó, te meg ráérkáltál a kommentelőkre, amikor úgy vélted, hogy nem tetsző a komment, és akkor beszélgettél, megismertek, mentek. Na de most mondom, az összes embernek, mindenki, aki nézi, ez az ember, aki ott ül a széken, celibet kár, ezt csinálta egész balhét, az egész ügyet, az egész cirkuszt. Mert nem így... Te még rá sattál, te mondtad, hogy kitiltottál az országból, meg majd elküldöd a konzulát. Az már sokkal később volt a vita folytán. A vita folytán. Akkor folytattad, vagy akkor benne voltál vitában. Egyébként tudod, hogy én többször visszálltam, mert kitiltottál. Nem. Az a baj, figyelj ide, édes fiam, az a baj, neked van egy olyan stílusod, ahogy te közzéteszed a dolgokat. Igen, szeretek hülyeskedni, nem. Ne, de figyelj, de az embereknek megvan a maga problémája, nem mindenki viccel, nem mindenki röhög, mert vannak... De nem, ezért vagy tehát... egyedülálló, mert az embereknek megvan a problémája, és mégis tudsz mosolycsalni az életükbe. Az egy másik dolog, hogy én tudok, igen, mert nekem erre megvan a képességem, de nem erről van most szó. Hanem arról van szó, öcsém, hogy te beleszólt az én karrierembe. Hát nem volt karrierem, lehet, hogy nem is lett volna karrierem, nem volt karrierem, de te úgy csináltad, hogy mondjam, de most már ne szólj be, amikor fontos résznél járok. Na, tehát te úgy tettél közzé, ahogy én nem akartam. Tehát én máshogy gondoltam, hogy a saját elképzelésemet, amit én akarok közzétenni, azt ne te tedd közzé, ne te rakd ki, öcsém, ne te irányítsd az én dolgaimat. Beküldted a videókat, és azok utána ki lettek sorba rakva. Sőt, közösen... De én nem küldtem be. Közösen csináltam, hogy nekünk valamilyen oldalt, emlékszel rá? De most ne arra magyarázzál. Tettük és törölgetted meg, ebből volt a vitaikban. Nem erről van szó. Én hosszú órákat dolgoztam, hogy jó legyenek a videók, a szövegek. Mondtad, hogy király legyen kint, utána letörölted, mikor mentek rá a nézettség. Nem. Arról volt szó, most ne azt a részét mondjad, az már később nem, volt, nem arról van szó. Ez a lényeg a részének. Én most volt a hibás. Nem. Arról van szó, hogy én szóltam neked, hogy nem tetszik az MC-isti név, nem tetszenek a videóknak a címei. Szóltam, hogy csináljuk valahogy máshogy, nem így kell kirakni, én mondtam neked, hogy próbáld már meg, nem így kell, és veled nem lehetett egyezkedni. Mert mondtam, hogy milyen név van az MC-stén a jobb név. Így ismernek, hát ezt szeretik. Például sokkal jobb név az, hogy István Kandárli. De ezt most találtad ki, ezt nem is hallottam korábban. Az egyik zenébe benne van, amit kitett a Kira, amin ilyen sárga borító volt, egy csaj volt rajta. Van képbe, 2020 után, hát én ezt nem is hallottam ezt a nevet, hogy Kandárli. Na mindegy. Ez egyébként
Voltál András, ez egy nem tetszett. MC Kodó, nem tetszett. MC Falkó, vagy Flakó, vagy mi voltál, az se tetszett. És kötekedik. Milyen szerinted, ide figyelj már te buzi gyerek, szerinted az kinek tetszik, hogy MC Kotó? Kinek? Kotó vagy mi volt a neve? Nem most találtam ki. Figyelj már ide, te szerencsétlen. Ez tudod micsoda? Hát, hogyha te török vagy, akkor tudnod kéne. Ez a izébe volt benne a török sorozatba, amiben izé volt benne, Kossó úrú. Nem tudom melyik sorozat. Abba volt a végtelen izé, amiben benne volt ugye a... Nem az egész ország nézte. Az egész ország nézte a sorozatot. Tudod nagyon jól, te is nézted azt a sorozatot annak idején. Végtelen szerelem. Nem, én az ezen is mint halálig, ennyit néztem meg a piszkos. Nem magyarázzál, mert még te mondtad, hogy Emir Kosgyúrú hajad van, meg minden. Hát nem emlékszel? Hát jó van, de én csak a képet láttam róla. Na mindegy, és akkor az a lényeg, hogy abba volt egy ilyen csávó, akit úgy hívtak, hogy Kandarli. És ez egy török név egyébként, idiót. És te vagy a török, és nem ismered fel a török nevet. Hát így na, úgyhogy erről van szó, hogy sokkal jobb. Az MC-sti név, az mindenki mondta, hogy buzis, meg ilyenek, gyerekes név. Mert tófolnak el azért. Figyelj már, van MC, hát egy gyerekes... csomó MC, ezek nem haragudnak érted. MC vagy, akkor MC lehet a neved, nem? Ez olyan, hogy orvos vagy, akkor meg dófol. Köszönöm a napszöveget, köszönöm a rózsákat. Na most nézzétek meg, itt van bent a török. Na most figyelj ide. Engem akartál, másik... a gyerekek irkálnak nekem, hogy szétbasszák a fejemet. Ezt akartad? Valaki, ha elkapja Egerbe, nyakalja már meg helyettem, mert én nem vagyok otthon. Hát gyerek, meg kell nyakom. Köszönöm a sütyakot. Na mi van? Na mi van most? Kifagyott? Várjál. Várjál, kifagyott. Itt vagy már most benn. Na jó, lefagyott az előbb. Na figyelj, a bíróságon én távkapcsolatban leszek, én szólok előre. Hogy Messengeren vagy Skype-on, vagy hogy lehet olyan csinálni? Mert akkor én sem mennék el, hanem itt Messengeren, hogy bejelentkezik. Hát én a bíróságnak már írtam, de azt mondták, hogy Skype-on. Mert jó. Ugye te miattad, ugye nem tudok hazamenni, mert engem megfenyegette. Ha kell, összedobnak neked most egy jegyre. Figyelj, arról van szó, srácok, elmondom, hogy te mondtad azt, hogy szólsz a trash csoport rám állt, és a trash csoport kerítette a Norbert Stút, meg mindenkit, hogy álljon rám, és ennek nekem az egésznek... Te vagy az, hogy kiszálltam az egészből. Nem, de te ha szólsz embereknek, akkor utána már azok az emberek, köszönöm a kapot, azok az emberek utána már rám állnak, és te kiszállsz, de nem szálltál ki, mert most is benne vagy, ne hazudjál, mert csinálod, nézed, live-olsz, izé. Én is TikTok-oztatok, nem áll, hogy megtérsed nekem a TikTok-ozást. Nem arról van szó, de velem foglalkozol, hát nézed az oldalaimat, minden, hát most is benne vagy. Nekem üzengetsz, minden live-odban nekem üzengetsz, hogy én otthon vagyok a szentőségben. Én nem. Én teljesen másról beszélek. Én mondtam, hogy nem. Nekem üzengettél, azt mondták az emberek, hogy jöjjek fel a TikTokra, mert üzengettél. Amikor én Miskolcról elindultam, te már akkor TikTokoztál, rólam tették ki videókat. Érted? Tehát rólam tették ki videókat, és te kezdted az egészet. Nem rólam, én akkor tettem ki az első Akkor tettem ki a videót, amikor te jönnöd a selfie bottal üzented, hogy én a semmibe vagyok. Hát mert tényleg ott vagy, mert most Eger az egy öreg város, ott semmi nincsen én ember. Én tudom, mi az Eger. Nekem van életem, én dolgozom, én nekem nem kell kimennem külföldre. Te megtaláltad magadnak a karriert, hogy felfedező munkát végzel. Gratulálok hozzá egyébként, jól csinálod. Egyébként én javasolnám neked azt, hogy nézzél már a neten, vagy ott valami tengerparton gumicsónakot.
Azt akkor a csónakkal, vannak ilyen evezők hozzá, azt nem kell jegyet venni, felfőd a csónakot, tudsz benne aludni, tudsz benne utazni, meg a tengeren senki nem fog basztatni, azt mennyi a sziget fele, kb. Egy 3 óra alatt odaérsz. Vagy 2 óra, azt nem kell legalább gyalogolnod sem. Te hülye vagy, he? Te azt akarod, hogy menjek bele a tengerbe, vegyek egy gumicsónakot, hát nem tudom mennyibe kerülne. 50 euró egy csónak, vagy ember, 100 euró. Hát a part... Ja, hát az 50 euró miből legyen, de várjál, a parti őrség egyből megállítana, nem be is vinnének, hogy ott is... Azok matracoznak, meg úszógumi, meg ilyenek, neked egy profi csónakod lenne, hogy ott árulják a tengerparton, ingyen adják őket szemben. Ember, de gondolkozzál már el az eszeddel, látszik, hogy gyerek vagy. Figyelj, de vannak hajóútvonalak, amiken keresztül nem lehet átvágni, hogy én csónakkal menjek egy lapáttal, te hülye vagy? Hát a benzinkúton is árulnak térképeket kocsiknak, hát szerinted a tengerparton nem adnak hajózási térképet? Figyelj, ez tudni kéne. Én voltam már tengerparton, hát én is többször jártam már, járok én is nyaralni. Hát ehhez, figyelj ide, ehhez kéne a nyelvet is ismerni, hogy el tudjak vele beszélgetni, stb. De ez... De nem, meg ez baromság. Figyelj, mert megnézed a térképen, itt a Google Maps-ba, hol van Tenerife, elmész oda a legközelebbi partra a szárazföldön, berakod a Google térképbe, az kimész, az ott majd lesznek szamosfények, meg a többiek, az segítenek, meg tudnak magyarul. Hát oda kimennék, mert hát, megnézném azért, őket. Egyébként meg Szamosi László megmondta, ugye ezt is elmondtam neked, hogy te úszítottad őt is, meg minden. Hát nekem semmi közöm nincs hozzá, most, Szamosi, most is várjál. Hát egy ilyen utánozó, hogy hazudik össze-vissza, hogy mit uszítottam? Most beszéljél arról, hogy ki volt az a csaj, aki rólad össze-vissza pofázott, hogy meg a csávója, a bikája. Hogy hívják azt a csajt? Nem tudom, én nem ismerem őket. Várjál. Az két troll volt, felhívott téged két troll egyébként. Elmondták, hogy ismerjük a Szelimetket Győrből. Honnan a picsából ismerjük szerinted őket Győrből? Hülyére vettek téged, te meg azt beadtad bizonyítéknak. Azt sem tudom, ki az... Életemben nem sok... láttam, hogy azt mondják, Pestre járkálok. Mi a fasznak járkálok én Pestre? Reggel, azt mondta, hogy a barátnőjére is rászálltál róla, mi írogattál neki, meg minden. Bizonyítékot? Semmit. Csak ugyanazokat. Mutatott. Milyen, egy e-mailt küldött, hogy te neked gázfegyvered van, meg így, meg úgy, az a te szöveged, úgy ez te voltál. Ezeket én megosztottam, mert fenyegetőztél, hát fejbe akartalak durrantani, ezt te is tudod, mert itt fenyegette, hogy elvágod a torkomat. De azt meg te is tudod, hogy az nem valós fenyegetés volt, tehát az csak duma volt. Én ezt honnan tudnám, mert éneket mondasz, hogy a nyakamat kivéreztetsz, mint a sertékszintet. Ez épp olyan, mint a Norbert Stuva, hogy megy a duma, de valójában nem gondolja az ember komolyan. Itt az interneten ide figyelj, mindenkit szint, meg mindenkit izél, úgyhogy... A Norbi azt beszél meg valakkor, hogy milyen dumák mennek. Szia Norbi! Na! Várjatok, indítsak kamerát! Várjál, ez nagyon nagy nézettség, ezt maradjál, nem lesz semmi baj. Látok még egy kérelmet. Ez golyó. Itt várja, golyó. Várja! Várjál, van még egy kérem, ez pedig a Hájdi Park, itt van minden. De vasztok, szia Pisti, mi újságban? Azt a kurva az a csapat. Azt a mindenit, a trió megérkezett. Pixelles pityukám. Normálisan basszak, itt vagyunk, normálisan beszélünk, Normi. Normálisan, mikor fejezd be ezt a izét? Egyszer, végre összejöttünk mindannyian, beszéljük meg normálisan tényleg. Most nem azért vagyunk, hogy itt egymással balhézunk. Itt most egy békülés összehoztam neked, látod, hogy mire vagyok képes? Ez mind teljesen. Ezt mind értettem azért, hogy... Próbálj meg először is kérdésekre válaszolni, ne kérdésekkel felelni. Először is azok gondolok, hogy nem Pityuka meg izé, hanem István, úgy kezdődik. Jó, Pixel. Ő nem Pityuka, hanem István vagy Stefán. Na, tisztázzuk le! Kérem, Pityuka! Vagy bocsánat, Isti! Ne, Viktor, fejezd be! Na, ide figyeljte, kutya! Mondd el őszintén, hogy most a Szelimet kárúszította a csoportodat? De most kivel beszélsz? Ki neked a kutyád? A Máj Viktornak.
Mit értesz uszítás alatt? Az, hogy beírt a csoportod, vagy álljanak rám, azt utána elkezdett mindenki írogatni, hogy mi van, te köcsög, meg ilyenek a csoportodba. És mindegyik, aki rám írt, az mindegyik a csoportodnak a tagja volt. De te honnan tudod, Pistiket? Igen, hallgatom. Pisti, nem volt ilyen a csoport. A csoport neve az, hogy Magyar YouTube Press rajongó. Mi rajongók vagyunk. De milyen rajongó az? Milyen rajongó az, aki fenyeget, zaklat, meg ilyenek? Az milyen rajongó? Hát de ki, ha valaki rajongó, figyelj ide, ha valaki rajongó, az normálisan odajön, köszön, kezet fog. Ti mi az, hogy az embernek a házát ti Sodit követitek, Vadász Gyulát követitek, kamerázzátok, megalázzátok, hamisított fotókat, képeket kitesztek az internetre, ez micsoda? Mondd már el nekem, öcsém, ez milyen fajta rajongás ez? Beteges. Ez rajongás? Ez nem hiszem, hogy rajongás. Miért járattok, miért romboljátok az embernek a karrierjét? Nincs a négy kereke. Meg ezt honnan tudod, hogy onnan jönnek, meg onnan zaklatnak az emberek? Ezt te csak onnan? Benesíved magadnak. Nem, várjál egy kicsit, akkor válaszolok. Válaszolok. Több ezeren nézik a negyedet is. Jó. Válaszolok. Hallgass meg a választ akkor, kérdeztél, hogy mondjam el. Onnan, hogy le lett ellenőrizve, a Trash csoportnak megvan a listája, a YouTube-on ki van téve a tagok, meg minden. És mindegyik egytől egyig, aki rám írt, össze lett hasonlítva, mindegyik benne van a Trash csoportban, és a török mondta nekem, Szelivert Sár, hogy ezek rítettek csak téged. Pitukát majd én rakom innen, nem bántanak. Várjátok a végét, mondjad! Várjátok a rumungró pityukat! Egy szórakoztató új part. Milyen érzés hajléktalan lenni? Bokróvalon! Én nem vagyok hajléktalan, kisapám! Ide figyelj! Nekem Miskolcon ott a lakás, hogy bármikor hazamegyek, lefekszek az ágyamba, én nem vagyok hajléktalan. Melyik életem? Hát ahonnan live-oztam otthonról, nem tudom. A konyhája? Az anyádnak a konyhája? Az nem konyhája, hanem az egy másfél szobás lakás. Az nem konyhája. Melyik a szoba? Hol a szoba? Hajléktalan vagy nem. Most per pillanat hajléktalan vagy. És figyelj, ne emlékezz vissza, hogy februárban, amikor beszéltünk, ezt a csomát, hogy kimész külföldre, és segítek neked, ezt én dobtam fel legelőször. És segítene is. Jól el voltunk, faszául megbeszélgettünk, vagy két hónapig, látod? És egyik napról a másikra felbasztad magad, pedig én csak segíteni akartam. De te mi a fasz lázadozol? De figyelj ide, én nekem... Mutatni fogod, hogy hol alszol, a kartonokat, érted? A zacskókat, amiből alszol, érted? A kukákat, amiből kukázol, az emberektől... Ki kukázik? Tehát ezt azt láttad mondani, már? Van róla felvételed? Hallod? Én minden... Én nekem itt van... Na, akkor figyelj, egyezzünk meg valamibe, akkor mikor tudok én beszélni? Csalódtam benned. Na, akkor elmondom, kisfiam. Nem mered mutatni az arcodat, egy, kettő, kevés vagy gyenge, vagy három. Minden bankszámla kimutatás megvan, hogy én a boltba vásárolok, és mennyit hagytam ott a boltba. Soha az életemben nem kukáztam, nem is fogok. Nem fogsz hozzányúlni az a pénzhez, a számlaszámhoz. De figyelj, hozzányúltál a pénzhez, ne vettél róla 60 ezeret rögtön kapásból. Hát de ahhoz, figyelj már ide, itt a változott a helyzet. De most ne tereld el a témát. Hát maradjunk, te gondolkozzál, maradjunk annyiba, kezdjük ott, hogy soha az életemben nem kukáztam, meg nem is fogok. Tehát erre neked erről van videó felvételek, vagy bármi? Kiregettél. Nekem le van mentve, hogy mondod, hogy kiregettél. A szponzoráció embereket hundol a pénzzel, mert itt van Szeli Metkár megmondja, hogy ő találta ki egyébként az egészet, hogy mikor Messenger beszéltünk, hogy induljak el kifele. Ez az hogy egyik, van a pappal? Hogy van a pappal? Na, mi van a pappal? Elmondtam a papnak, hogy milyen helyzetben vagyok, ő meg segített. Mi van a helyzetben? Egy imád például. Az milyen a helyzetben? Milyen helyzetben? Nem tudod? Nem tudod, hogy mi helyzetben? Kijöttem, nem adnak munkát. Nem maradták a frankot, hogy telefont vásárolj magadnak. Nem adta semmire, azt mondta, hogy megsegít engem, azt veszek, amit akarok. Tehát kiforgatom a nyavakat. Majd meg lesz a pap is, majd megfogjuk. Tudni a papnak a mondani, azt elfelejtetted mondani, hogy miért mentél be valójában a paphoz? Azért, hogy haza útra kérje pénzt. Ezt kihagytad a sztoriból. Egyébként kurvára utána néztünk.
hol voltál, melyik városban, majd meg lesz a felhátra a kapcsolatot is neked. Igen, és akkor most mi a problémád neked? Te hazaútra kértél pénzt, és utána mit csináltál? Ezt te honnan veszed? Akarsz menni, mert tudom, te ezt honnan veszed? Először válaszolj a kérdésre. Miért csak, amikor bementél az irodába, bepötyögött valamit a számítógépbe a pap, nem? Elkért az igazolványodat, nem? Hoppa. Csak hogy én, hoppá, igen? én nem mentem be semmilyen irodába. Kezdjük ott. Te mondtad videóba egyébként. Figyelj ide, kis barátom. Először is ott kezdünk, hogy templomba találkoztam vele, és ott beszélgettünk. A pejcseit? Segítek, úgy mondjad, hogy te bement imádkozni, meg keresztény. Kibogáztad a pejcseit? Nem. Vagy a pejcseit nem. Őszintén, ja, biztos, az hazaútra kértél pénzt, vagy nem? Nem. Hát persze, hogy hazaútra kért pénzt. A háborús sztorit vetette be a mobilyaitban, 300 kért pénzt, meg pólóra is, meg mire? Elmondtam, hogy ukrán határtól nem messze lakok, Miskolc, ezt meg kell nézni a térképen, az ott van. Tehát 60 kilométerre van. Erről eszembe, hallottad, hogy nyílik egy akkumulátorgyár Miskolcon? Mit szólsz hozzá? Jó, nincs Pistike, István van még mindig, ez az egyik, a másik, hogy... Szerintem közben már 2008-tól Pistikének hívtalak, és én mondtam neked legelőször, még fel is háborúztam. 2008-tól? 2008-ban még nem is videóztam, haver, 2008-ban nem is videóztam. És figyelj, mi volt a lényege, elmagyaráztam neked, hogy miért hívnak Pistikének, mert annyi agyad nincs, mint egy 5 éves gyereknek. Jó, nem sérdekes. Igazából neked nincs agyad, mert magadat nem mered mutatni, szádaz van, ugatni tudsz, de nem mered a pofádat megmutatni. Igazából ennyit rólad, és te egy kis troll vagy, és te vered egyébként tinédzser lányokra. Tehát tudjuk nagyon jól. Gondolkozz már, Pisti. Kicsukám? Nem kell nekem lakcímáját, tehát csak vállalt az arcodat. A tini lányokat, a miért zaklattad? Milyen 18 éves, hogy erről beszélsz? Én felvettem vele a kapcsolatot. A 8. lakik, törzs szomszédod. Igen, és én életemben nem zaklattam. Nem is tudok ilyenről. Csak fenyegettem. Én nem fenyegettem senkit. Akkor miért nem jött le oda hozzám? Miért nem jött le szólni? Nem mert felmenni a lakányba. Akkor miért nem hívta ki a rendőröket? Mert nem mert felmenni a lakányba, mert zaklattad. Így bukik meg a sztoritok, hogy azt mondod, hogy ott lakik felettem a 8. Ha én annyira fenyegettem volna, akkor kihívta volna a rendőröket, nem? Tudod a sztorit, tehát csak hogy nem volt semmi ilyesmi, pontosan azért nem is hívtak ki a rendőröket, mert nem is volt ilyen, csak a habokba beszéltek. Még egy dolog. Mindenkinek a gyerekét? A gyerekét az embereknek miért degradálod és fenyegeted? Azért, mert az emberek rám írnak és engem fenyegetnek, és nem is tudom azt sem, hogy miért. És én nem mondtam egyiknek se a gyerekét, hanem velem kötekednek. Nem kötekednek. Velem kötekednek. Óvatos videóval kapcsolatban leírják a véleményüket. Nem. Privátba írnak, privátba fenyegetnek. Nincs bohócos videó, semmi. Hát, micsoda? Milyen videókat gyártasz? Melyik az a komoly tartalom? Egyet mondjál. Hallod? Nekem azért bőven van. Neked milyen videód van? Nem tudsz beszélni, leülsz egy székre. Figyelj, én elmondom, mi a komoly tartalom. Az a komoly tartalom, hogy én mutatok, köszönöm a sapkát, én mutatok például olyan helyeket, amit például senki se tud Magyarországon, pálmafákat mutatni, komoly helyeket. Én a videóban mutatok. Ne viccelj! Hát de nem viccelek, nem viccelek! István úgy mondja, hogy égig érő pálmapák, azoknak ilyen kis pálmapája van, ilyen csopatpálmapája. De mégis azért olyan tartalmat teszek ki, amit mondjuk Magyarországról nem nagyon tudnak kitenni. Ilyen csöves, nem ilyen tartalmat, Pistike, ott van a tapia. De ki az a mutas egyet? Figyelj, engem nem hiába néznek 2000-re, 3000-re. A bohóc vagy az ő. Nem bohóc vagyok, te vagy a bohóc. Bohóc te mondtad, hogy a
kisgyerekeknek, figyelj ide Norbert Stú, én lementettem, a kisgyerekeknek elküldöd az iskolába a tanárjuknak a izét, akkor azt mondtad, hogy téged degradálnak, meg ez meg az, na, hát te vagy a beszédhibás, hát akad, össze-vissza beszélsz, leülsz, az beszélsz magadba. Hát ez milyen tartalom? Beszélsz magadba? Hát leülsz a székre, és semmi, egy fal van a hátad mögött, és semmit nem mutatsz a videóba. Én mutatok az embereknek, mutatok, én megfordítom a kamerát, én mutatom a környezetet. Az emberek az én videómban, figyelj, az emberek az én videómban szórakoznak, de a tiédben nem tudnak, mert leülsz, és monoton. Tehát csak mondod a magadőt, és így bokorod az orcsodat, és akkor mondtál egy igazat. A bohócon mindig is szórakoznak az emberek. Nem, hanem aki előadó. Akkor te mi vagy? Te mi vagy? Akkor te magadat minek minősíted? Te szerencsétlen. Te magadat minek? 32 négyzetméteres pizza. Ugye ide, az nem 2 eurós kebab, ez csak megint csak te mondod. Mennyi? Hol volt belőle a hús? Hát ott volt benne. Vegán diétán vagy, haver, hol volt a hús? Ott volt benne, láttad te is, csak most kötekedsz ennyi. Hát az összes nézőm látja, hogy csicska vagy, hát ennyi. Itt az a lényeg, hogy ki tud nagyobb oltást mondani, szóljál oda István azért keményen. Hol lesz egy Ne hagyd magad! Norbi, hol leszel te olyan pizzákat megkibakkod? Sehol! Hát 32 négyzetméteres pizzát sehol! Hallod, de ezt már megmondta mindenki, hogy én vagyok a király, hát hiába szórakozom. Te vagy a bohóc! Hát én nem vagyok a bohócnak a helyét! Nem, te vagy a Varga Iri, hát vagy... Tudod, őket a pizzába, mondjad neki, hogy lábam az, hogy nem visz! Velem, haver, te nem visz! Jó van! Tudod, hogy lesz magad oldal, azt majd arra ki lesz téve. Azt mondtad, hogy a cigányokat szittad? A cigányokat, hogy ellopnák az autókereskedésnél, amikor voltál, le van mentve, hogy amik ki vannak téve, téglák, meg ez meg az, a magyar cigányok ellopnák. Itt van mindhárom nevezéket, Pisti, nyomjál egy bíkvet ellenünk. Nyomjál egy repet. Hogy változtatok már komolyan most így? Na, milyen? Hallod, mint egy csöves csülhe banda. Itt a három nevezéket. Figyelj már! István, azt szeretném kérdeni, tényleg, hogy megyek nem sokára, kurvára nincs idő, meg nem akarok ilyen balhékba tényleg belemenni. Hogy figyelj, én egy kérdésem van tőled, amúgy nekem bejönnek ezek az úti filmek, tényleg én szakadok rajta. Egy dolog zavar az egészben, hogy ezt kérdezem tőled, miért filmezel le mindig, minden korosztály, gyerekektől, idősekig kezdve minden nőt, előről, hátulról, automatikusan. Meg férfit, meg bárki, aki belekerül. Hát van egy pár adusiasgérseggek, ja, azt látom. Ezt fotodokat. Az a lényeg, azért, hogy mutassam a környezetet. Az emberek, figyelj ide, az emberek élő adásban látják, mondjuk otthon ül valaki Magyarországon, és mondjuk élő adásban látja, hogy Olaszországban mi van. Tehát nem például azért. Meg a környezetről beszélek, a nőkről, akit előről, hátulról lefilmezel. Figyelj már ide! És pláne az iskolának a könyvtárjában, hogy az iskola, könyvtárjába, ott belém kötöttek a gyerek elkezdett nézni, azt a csomó néző írta. A számítógép felülfilmet. 10 éves gyerek kötekedik veled, ne vicceljél. Aha, kötekedik. Odaállt mellém, és elkezdett nézni. Szia, Ali! Sziasztok! De Isti, miért filmezed le a nőket? Hallod, ezt mondd már el nekem. Miért tiltott el le? Hadd kérdezzem már meg. Na várjál egy kicsit, itt vagy, Ali. Figyelj ide, először is mi még nem nagyon ittunk pertut, nem ismerjük egymást. Ja, és akkor magázzon ki, Nem arról van szó. Régen, nagyon régen, mikor te még kezdtél videózni, akkor beolvastad egyszer a nevemet. Ez még 2018-17 környékén volt. Üdvözöllek egyébként, itt az adásban. Szevasz, Pistikém. Na, szevasz. Neki téged is egy Tesco zsömlére. Leveted a tiltást rólam, Pisti? Azt se tudom, hogy te bejelöltél-e, vagy mi az Isten, nem tudom. Tehát én nem is kaptam izét. Rányomok a követésre, akkor kiírja, hogy nem le vagyok tiltva nálad. Akkor majd megmondod, milyen néven vagy, és akkor majd fel foglak oldani, mert hát nekünk még nem volt egy másik.
Oké, nem volt még egymással problémánk, úgyhogy majd fel fogok oldani, ha úgy van. Jó a Pisti, de ne is legyen. Hát persze, persze. Mondjuk itt, akik most vannak, azon mindegyikkel van probléma, de veled nincsen. Veled még egyelőre nem volt, meg nincsen. Tartam majd normális, hogy a bolondok. A te nevedbe írogattak nekem? Írogattál. De várj egy kicsit. Te most a Sitről mikor jöttél ki? Mert hallottam, hogy bekerültél valamikor, nem? A kardos dolog miatt. Jó, milyen jó lényeg. Amikor a rendőrök... Igen. Április 21-es. Ki mikor jött ki a Sitről? Értem, aha. Jó, oké. Csak hogy képbe legyen. Szia Szelimem, szia golyóm. Szia Norvim, csókollak, és itt van Magyar Viktor. Na, mi van Magyar Viktor? A Magyar Viktor menjen innen ki, meg a golyó itt vagy még? De miért annyit akartam, mondani, ide figyelj, golyó, mi beszélgettünk, golyó, figyelj ide, nem izé miatt tiltottalak én le. Egyszer nem volt kedvem reagálni, meg semmit, te meg akkor megint belázadtál. Nem reagáltam neked, egy ideig utána meg betámadtál, hogy nem reagálok. Istike, hogy lesz nem, a most nem volt reagálni mindig, nem volt időm. De ezért nem kellett volna tiltani az érted. Hogyha én oda megyek, te rám jössz, Gásprével, hívod a haverjaidat, te nem vagy korrekt, hogy egy az egybe kiálljál, hanem te... A rózsaszín bort is fodira. Te utána hívod a rendőröket, hívod a románokat, hívod a kollégáidat, én ezért nem találkozok veled, amúgy én találkoznék, de te nem vagy megbízható. Te hiába mondasz most akármit, hogy István, nem fogok hívni senkit, gyere ide nyugodtan, meg blablabla, azt utána meg átkamozol. Tehát én... Kicsukám, oda megyek vele én, hallott Pisti? Oda megyek vele én. És nézd meg, István, már több ezer zsetont kaptál, látod? Én megmondtam neked, hogy összeszedem a 300 ezeret. Kicsukám. Jó, nagyon szépen. Ezt már meg tudod inni, hallod? Egy olyan live-ot csinálj, hogy megiszod a pénzt. Jó. Srácok, egy pillanat, 2%-on van a telóm, 2%. Ki kell, hogy lépjek. Lépjék itt a gyáva nyúl. Vissza fogunk még jönni, majd visszajövünk. Vedd le rólam a tiltat, rakjál a kínosba, te kerti bohoz. Szelimetkárnak megmondtam. Retkomester. Megmondtam, hogy 18%-on vagyok. Ez nagyon egy szemtelen gyerek, Pistikém, ugye? Tudom, nagyon jól, alikám. Te meg nem egyébként nem tudtam, hogy... Hallod, én nem tudtam, hogy te kapcsolatban vagy ezek az emberekkel, mert a live-ot nem vagyok, ha most itt vagyok, aztán beszélek. Nem, te ismer mindenkit. Itt mindenki, hogy te már régen kapcsolatban vagy. Ezek az emberek kapcsolatban vagy. Igen, amúgy jó kapcsolatban vagyok. Hossza is jóban van, mert ez látod. Hát jóban ne legyél. Bossa az megmondta, hogy Norbert Hú egy kutya. Hát Bossa megmondta. Rólad is, hogy nem volt semmi. Nem volt semmi olyasmi, amit kitett Norbestó az oldalára, hogy... Nem ártott a karózzát, te bohót! Na, úgyhogy erről ennyit. Jó, ha most ki kell lépnem, majd... Lépjék, mint beszélik talad! Mennyire recsázni, vedd le rólam a tiltást! Basztam szét a segged! Sajnos leverült a telefonja. Azt a mindenit. A másik melyik országban van most, ott van áram? Ahol van most éppen? Hát itt Franciában valahol, de ott van, jó van, ott van. Elvileg. Hát na ilyenek, hát meghúzza most magát a padon, alszik egy jót, aztán holnap indult a live. Az apró pénzért. Holnap visszahívjuk, mert egyébként megígértem neki, hogy összedom a tudni, ezt látjátok, hogy küldik az inasok neki. Ez az inasok dolga, ott halljanak.
Képzeld el, hogy micsoda infókat tud ez, hogy engem ismer, meg mikor jötték ki, meg ilyen dumák. Mikben van ez a csár? Hát azért, mert látod téged a YouTube-on, és akkor ilyenkor tudod, tud hivatkozni valamit, és úgy tesz, mint ha ismerne, meg tudnál ki vagy, de amúgy nem beszélt fel, hogy kifatkozzon. Mégis letírtott, húzom a szájába. Na gyerekek, szép estét! Szia, Norbi! Szép estét! Nézd, tesóm, csókollak! Jó pihit! Na, sikerült, látjátok, sikerül, ezeket megoldjuk. Na, bízd! Öltözd meg azt a kis csöpnyi pálapádat, hogy legyen égő. És akkor most mi lesz ezzel a balfasszal? Haza kell menni a tárgyalás? Hát csak jó lenne neki haza, hogy ne látod, hogy most próbál alakodozni, hogy miért mentek oda az emberek, hogy minek lett megosztva a tárgyalás. De most tényleg azt nem Franciaországban virálóba volt utoljára, nem? Én nem tudom, most Franciában volt, hát lehetett hallani a francia beszédet. Majd neked vagy a Norbinak le kéne fordítani a... azt a live-ot, hogyha megmarad. De kinek van? Láttátok valahol kint? Nem tudom. Valakinek megvan a live-i, ahol kikapják a telefont a kezéből, azt tegye már fel valahol, hogy ne lehessen forítani. Hát nem tudom, pénzügyileg elég szarban van az ember. Én nem hiszem, hogy izé Franciába visszajött volna, azért csak elment Milánóig. Valaki azért csak mindig csúran cseppen neki, mindig. Hát én valami is láttam, most is én 1800-1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 0
utal, vagy így kapott ajándékba, mondom, na most a Sergio Dindi csinálj egy jó live-ot, és intel, legyél vagány gyerek. Hát, amúgy az életem nagyon szeret kajálni live-ba, meg inni. Mi a harcán, hogy készített még egy mindzert? Egyébként ilyen TikTok zsatorokban milliómos lehet, mert nem hiszem, hogy levesz innen a TikTokról a zsatorokat. Lucy Isti a tipikus ember, aki nem osztana vissza semmit a gyereményt. Paypal-ra lehet jutalni, nem? Hát egy ilyen Paypal-ra, de hát hogy? Összekötően a szükségembernek. Mondjuk az elég kemény, hogy ott kint most megy, azt lefekszik egy padra, vagy valahol azt ott alszik most. Úgy, hogy lemerült, nem tudja tölteni sem, most valahol ki kell neki feküdnie. De most ez neki bejön, akkor miért ne? Hát bemegy ez egy valami házba megint, aztán föltölti a telefonját, megoldja, ügyes gyerek. Nem tudom egyébként, hogy hogy megvesz neki, miért jó, de hát na, ilyen ez. Látjátok, hogy nem volt. Ez a 2018-19, ugyanezt toltam neki, hogy de Pistike, te hajléktalan vagy mindennel, mikor már otthon volt Magyarországon, vagy nem, mikor még kint volt. Azt mondja, nem vagyok hajléktalan, otthon van, hogy hívják. Van Miskolca, meg emlékszel, a színbe jelentőkártyát mutogatta neked. Most ugyanazt tolja a gyerekek rá 5 évre. Ugyanazt tolja. Én nem vagyok hajléktalan, van címem otthon. Minket szín, nekünk mutogatja ezeket. Eleve mi vagyunk a legrégebbi ismerősei, barátai. Most akik megismerték TikTokról, nehogy már azok oltogassanak be minket. Hát mi már ismertük őt régóta. Hát sajnos így már most elment a lényeg. Nem tettünk róla, neki most aludnia kell, töltenie. Írják, hogy Taki Gyulát hívjuk be, hát hogy hívjuk be Taki Gyulát? Szóljatok neki, hogy jöjjön ide, azt beengedjük. Meg a Taki Gyulát. Meg a galamposokat, meg ilyeneket, mert nehogy már azok üzengessenek itt nekünk. Itt van egyébként István a nézők között, mindegy küldtem neki meghívót. A galamfos az is egy ilyen homárféle gyerek szerintem. Meg ilyenekkel is így csapja magát. Na, küldtem Istvánnak egy meghívót, mert elvileg itt van még az adásban, nézd minket. Gyere már be István, azt akkor izé. Nem tudjuk, hát hogy mi van. Hát lemerült. Hát akkor miért mutatja nekem itt, hogy behívhatom? Már most már nem mutatja. Hát mert kaotik, ha nem merült le. Azt tudja. Az a baj, hogy nem tudni nála, hogy mikor van igazat, mert mikor nem. Hívjuk be a Hervit, bárkit behívunk, csak jöjjenek ide, tolják ide magukat. Van három, hogy nem ismerem. Na, ez itt a probléma egyébként, hogy látjátok, hogy beüzenged meg minden, itt van Norbi hirtelen megjelent, már egyből elkezdődött a semmi navita. Szamosnak is szóljatok, itt vannak a nézők, azt köszönöm, neki is egy csónakra valamire. Jó volt ezt a lémézni majd legközelebb is. Csak az hogy jól nem lehet beszélni. Akkor Tarsanyival még lenyomok egy vitát, mint a buszban. Megkérdezzük, hogy Sanyi nénétek. Ennek Zoli megvan a Tarsanyi száma, nem? Valahol meg, elvileg. De egyébként már tényleg véget ért a műsor, így ezen a részen, még esetleg kibeszélőt tudnánk tartani, de azt így nem korrekt, hogyha nincs itt.
úgy kéne, hogy akkor itt legyen. Hívjuk be úgy, hogy akkor bontsunk sátrat, aztán majd, ha itt lesz. Nem tudom a sátrat bontsunk, de keresünk egy másik szemét, aki esetleg bejönne beszélgetni. Akinek ismerjük a munkásságát, valakit be tudunk hívni, nem tudom, élőzés együtt, rámegyek, és akkor keresünk valakit. MC Craft valamit. Kik vannak? Nem tudok így behívni most pluszba. Ha már MC volt a téma előbb is, akkor én ajánlom MC Craftát. Hívd már egy MC Craftát, ott behívjuk. Megkérdezik, hogy hogy sorsolod aki a feleségének a telefonját. Na, van egy kérelem, hogy mindjárt nézzük, hogy ki az. Lehet valami kísérlet. Na, három kérelem is van. Tehát nem tudom, hogy kik ők. Merci, bárkit behívunk, jöjjön ide az adáshoz. Egyébként itt lehet beszélgetni. Érek, hogy Rozi néni meg ilyen, tehát azt honnan kalapozzuk elő Rozi nénit is? Te meg tőből vagy honnan? Hát az rock meleg a vénasszony, Geci, most nézem egy pár videóját, meg egy-két szép vágottat. Hülye vagy. A hatalmas ügynök. Láttam, hogy nincs valamilyen csatornát, ami csak a tűzőből. Ez a szart a fejemről. Rárakod magára egy ilyen szart filtert a fejtel, azt nem tudta levenni. Szia! Hát na ilyen, ez majd folytatjuk legközelebb. Kövessetek be, és akkor tudjátok, majd látjátok. Ja, így van, kövessetek minden, aztán majd látjátok, ha vagyok. Vagy, csókolom a szívet. Ja, így lehet a legjobb. Csókollak titeket, puszi mindenkinek, jó hét, jó pihét. Jó éjszakát, jó pihét, és mindenkinek. Hát kicsit támogatunk ez a kis akció. De húzok én is egyébként, ja. Na, jó pihét, és neked olyan is mondtam a sátrat lassan, mert hogy álmos vagyok, és majd folytatjuk. Aki egyébként nagyon később nézni valami jó kis beszélgetés, lenyomjuk a Mónika Show-t is, meg bármelyik realityt egyébként. Kiharcoljuk az RTL Klubban a főműsoridőt is. Nem az a műsor, amit ők meg csinál, hogy be vagy az fény csinál magában, ifapai papika vagy anyja, hanem az, ami tényleg egy ilyen beszélgető van tartalom benne. Igen, hogy kurva jó volt, hát örülök, hogy tetszett a műsor, hát igyekszünk konstruktívan egyébként érvelni, beszélgetni. Itt van magyar farkas VR, ez az igazi? Amúgy ki ez a VR? Ez nem valami gameplay nyomat? Hello, itt van a magyar farkas VR, te ki vagy? Szervusz! Szia! Ennek az embernek, ha lenne egy kis esze, körülbelül milliókat tudna kiszedni hetente ebből a hülye platformból, de még ennyi esze sincsen. Azt a befőttes üvegalja, hogy szemlőgesse, meg ezeket kívnál, meg ezt a Big Wild, meg ezeket simán szét tudná őket. Ez a csaj, és kb. 6-7-8 milliót szedett ki egy hét alatt ebből a platformból. Ez meg annyira bohóz, hogyha ezt ki tudná használni, akkor pár hónapon belül minden gondja elmenne. De inkább csak egyfolytában anyázik, hát nem tudja kezelni az egészet. De miért kell elmondani? Most nem azért vagyunk, hogy hívják, hogy nem sztár csináljon belőle, hagyjuk már. Ő egy olyan srác, aki felnőtt egy olyan helyen, ahol nem voltak lehetőségek, és egyfolytában egy olyan behatás érte, hogy mindenhol csak gazdagságot látott. Természetesen, hogy kifordult saját magából, mert nem tudott saját magától elérni valamit. Ezt fel lehetne használni úgy is, hogy ti is jól járjatok, meg ők is. Vagy hogy ő is. Nem tudom semmi, én csak tisztázni szeretném, hogy nem is az, hogy most akarni tőle valamit, hanem viszonyos kis sikerhez kell juttatni, akkor lenyugszik, és akkor vége van ennek az egésznek. Úgy se lehetne ezt nagyon sokáig húzni, max. 2-3 hónapig. De hogyha jól csináljátok, akkor ebből mindenki jól jár ebből a bohózatból. Hát én bemennék szősen. Így is jól jár mindenki, mert rövünk rajta. De most a pénzre Hát akkor ezzel járszunk. Egy ilyen elmebeteg szarrakásból. Egyébként közel nincs az ilyen vargai minkihez, meg ilyenekhez. Most ki a faszt érdekel el? Itt a beszélj, nekem a beszélgetésről egy kis jó hülyéskedésről szól. Hogyha ezt meg lehet meg volna... Úgy, hogy utalnak neki meg, hogy ott hívják, meg sztárolják az embert, soha nem lesz semmi műsor. A legtöbb nézettség azoknak a videóknak van, ahol szétfegyel a telefon, csapkod, rúgtos, köpköd. Ezeket nézik az emberek. Így ismerik MC Istit. Ez maga a TikTok, amit te most elmondtál. Tehát itt leginkább a konfrontáció az, ami a lényeg. Minél jobban tudod adni az idiót, tehát minél jobban veszekszel a másikkal, annál több pénzt küldenek az emberek. Hát ő nem adja, ő ilyen. Csak az a baj, szerintem... Akarod, hogy egyre több pénze legyen, mikor 39 évesen az ember dolgozott 3 hónapot összesen, abból 2,5 hónapot bejelentve.
Nyomozza az embereket egyébként, szóval így most hogy ide küldi neki a filléreket, ő el van ebből, mellette kéreget. Most a fasz kell elősegíteni egy ilyen embert, aki nőket fenyeget, nőket rágalmaz meg. Úgy látszik, hogy ebben van tehetőségnek. Egy perverz elmebeteg a tag. Egy perverz elmebeteg. A TikTok felhasználóknak a 90%-át, akik itt live-oznak. Valaki kislányokat vetkőztet, valaki lakosföldet, tehát millió kis